szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, tanítja János apostol levele. Ez nem egy közhelyes jókívánság, hanem egy letisztult igazság, amely az erőszak és a katasztrófák korában élő ember számára létbátorságot tápláló, féleleműző szó. Egy új világkép tárul fel az előtt, aki komolyan veszi ezt az állítást. A különböző világlátások harcában mi emberek vagyunk a célpontok. Voltak és lesznek is törvénycentrikus, merev, csőlátású világképre csábítók, akik tilalomfák mögé rejtik az életüket. Voltak és lesznek is bálványcentrikusságra hajlók, hamis isteneknek engedők, a manipulációknak behódolók, divatból kegyeskedők, álvallásosok, akik csak ritkán vagy soha nem tudnak az igaz Istenig emelkedni. Voltak és lesznek is ismeretközpontú, minden tudni vágyó, információmániás emberek, akik a tudás hatalom jelszavával visszaélve kisajátítják maguknak az adatokat, a titkokat, és ezekkel együtt a magasabb rendű pozíciókat is. Voltak és lesznek is egocentrikus világlátásúak, akik sztárolják magukat, akik könyörtelenül csak saját zsebre dolgoznak, erőszakos könyökléssel, gázoló lábakkal, akik a mondatot mindig énnel kezdik, és önmaguknál be is fejezik. Mivel ezekkel a felfogásokkal számolnunk kell, ezért van jelen olyan makacsula félelem a mi világunkban is, hiszen a félelemkeltés munkaeszközük. János, a szeretet apostola ezeket az éles stílusokat ismerve hozzánk szól, hogy tudjuk meg, ezeknek a világképeknek lejárt az idejük. Megjelent ebben a világban a szeretetközpontú világkép. Az Isten fia legyőzte a félelemre okot adó erőket, a halált, a törvényeskedést, a hamis isteneket és hamis Krisztusokat, az egyoldalú ész uralmat és az önzést is. Jézusban maga az Isten állt az ember elé, és ez az Isten szeretetköntösben jött, örömhírrel, szabadítással, végtelen bocsánattal, mélységes bizalommal. Ebben a szeretetben nincs félelem, sőt ez a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A Krisztus által hozott szeretetet minősítő teljes szó nem a mennyiségre utal, nem is a filozófiai értelemben vett tökéletességre, hanem a szeretet hatékonyságára, működő képességére mutat, mert a teljes szeretet megfelel az adott helyzetnek. Rendeltetésszerű, magához ölelő és nem eltaszító. Tudja szabályozni a szeretet mértékét, nincs túladagolás belőle, de nem is vonja magát ki egy kapcsolatból, mint hogyha minden érzelemmentesen történhetne. A teljes szeretet finom hangolású érzékenységgel engedi, hogy mindenütt és mindenkor a szeretet rendezze a sorokat, a gondolatokat, a döntéseket, a felelősségi köröket, az erkölcsiséget és az értékeket. Ilyen félelemmentes, teljes szeretettel megáldott adventi készülődést és boldog ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek!